Ugye itt is ugyanúgy benézem, és ő nagyon szépen egyenletesen is koptatja a hátulját, ha megnézed, innen föntről. Annyi van, hogy az elejében van egy kis plusz, amit levesszünk. A sarok azok jó el vannak kopva. Tehát... És az átlaghibát azt csinálják, mert ugye itt könnyen van, és akkor innen elkezdi vágni. Hát ilyenkor nem kell, hogy a sarok ne legyen túlszedve. Gyenge. És akkor ezáltal billentjük vissza a patát is a megfelelő szögre egyúttal, de nagyon szép egyenletesen koptat, tehát se kifelé, se befelé. Jól van, bogár, mászik a hasán. Ajánlom a neosztalmazát. Azt használjuk, igen. Most fogok beszerezni egy 2-3 literre. Hát ott itt kell majd spekulálnom, a másik kezénél rendben volt. De viszont, ha itt megnézed, itt ki van pattanva egy darab a kezéből. Tehát most itt úgy kell összehoznom, hogy föl is feküdjön, túl se legyen szedve, jó is legyen meg. Amit te fehérnek mondasz, az egy összekötő réteg. A sarga, az meg a talpi szaru, meg a barna, csak ott ahogyan érnek össze, az meg innen bentről nől kifelé. Na most itt a fehérnél, az tulajdonképpen így tartanak egymáshoz a szaru részek, és amikor az rugalmas, amikor terhelést kap a láb, az ez is csillapítja. Mert ugye a patár, amikor rálépsz, akkor az is szétterül. Igen, igen. És akkor ezek is csillapítják az inak, meg egyéb mellett a rezgét. Ez a legritkább, hogy ennyire stimmeljenek a dolgok. Itt majd még sumákolnunk kell, tudod, itt van a hiány, ahova nekünk kellene. Kérem a lábam, hogy ne legyen ügyes. És megyek a vezéhez, Kovács Mihelybe, Gyuszi bácsihoz. Gyuszi bácsi, már nem tudom, most mindegy, kellene egy ilyen vasat csinálni oda ki. Szögnek vannak különböző részei, és azt úgy... Azt úgy hívják, hogy csipet. Csipet. Tehát a szögnek van a feje, hosa, és van egy csipet, tehát így van levágva a szög, hogy kénytelen legyen kifelé megindulni. Ugye ott a puha rész, és a kemény, külső rész az keményebb, abban megakad a hegyrész, és akkor az elkezdi kihúzni. És akkor ezért van az, hogy... Nem, hát én egyenesen ütöm, és itt fog kijönni, mutatom. És azért, na, ott jött ki, igaz, ahol mutatta. Mivel, hogy a... És akkor nem tudja megszúrni a lólábát, az eleven részt. Hát, ha... ha ügyes a Kovács. Levagdoltam ugye szegvégeket, szegcsonkokat. Igen, jól nézni. És leraktam. És most mit csinálsz ezzel? Ezzel, ha megnézed, egy kis arkot a szög fejnek. Igen. Két okból. Az egyik ok az, hogy ne repedjen tovább a szaru, tehát a feszültséget a szaruba lecsökkenti. A másik, meg az, hogy tulajdonképpen nem vissza van hajtva, mint az akác deszkába a szög, hanem egy, ugye mi a legerősebb kötés a világon? Nem a hegesztés, hanem a szegecselés. Tehát tulajdonképpen egy szegecs fejet készítünk a szaruba. Ezzel a fogóval. A vezetése.
először is megnézzük azt, hogy a talaj, főleg egyenes vonalban megy a ló. Megnézzük a talajfogását. Megnézzük azt, hogy a patkót föl tudom rakni túl szorosra, hogy nem érzékeny a patkóra, hogy nincsen rá szorítva a lábára a patkó a szögekkel, hogy nincs esetleg egy szög túlzottan az élőhelyre rakva, hogy nem egy nyom valamelyik szögre. Megügettessem egy kicsit? Így van. Tehát abban az ügetésben adja ki mindig a ló a problémáit legjobban. Így van, teljesen szépen tisztálnék, egyenletes a talajfogása. Nem kiméri egyik lábát se, tehát elméletileg olyan nagy hibát nem csináltam. Na ugye a ló, tehát ilyenkor szoktam azt mondani, hogy a ló szépen megy, nem sántít, patkó a helyén van, garancia lejárt.